Ukrán források szerint 18-ra emelkedett az ukrajnai bevásárlóközpont elleni légicsapás halálos áldozatainak száma. Moszkva elismerte, hogy valóban légitámadást hajtottak végre a városban, de az oroszok szerint egy fegyverraktár volt a célpont. Tagadták, hogy a mellette lévő bevásárlóközpontot lőtték volna. Szerintük az a robbanás miatt kapott lángra. Közben zajlanak a diplomáciai erőfeszítések. A G7-ek találkozója után a NATO csúcson is az orosz-ukrán háború lesz a legfőbb téma. Nagy erőkkel folynak a mentési munkálatok az ukrajnai Kremencsukban, ahol hétfőn rakétatalálat ért egy bevásárlóközpontot. Az ukrán hatóságok adatai szerint ezren voltak az épületben, amikor megszólaltak a légiriadót jelző szirénák. Sok vásárlónak sikerült időben kijutnia, de így is rengetegen lehettek az épületben. Legkevesebb 60 ember megsérült, mintegy 3 tucat embert még kedden is eltűntként kezeltek. Az egész épület megremegett. Fejjel előre zuhantam a földre, már nem tudnám megmondani, hogy elvesztettem-e az eszméletemet, hirtelen nem tudtam felfogni, hogy mi történik. Mikor kinyitottam a szemem, törmelék volt rajtam, mondta egy túlélő. Az ukrán elnök terrortámadásnak nevezte a bevásárlóközpontot ért rakétatalálatot. Csak egy igazi pszichopata terrorista képes egy ilyen célpont ellen támadást indítani. Ez nem véletlen volt, hanem egy precíziós találat a bevásárlóközpont ellen, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az orosz védelmi minisztérium kedden azt közölte, valóban légitámadást hajtottak végre a városban, azonban tagadták, hogy a bevásárlóközpontot célozták volna. Kremencsukban az orosz légierő nagypontosságú levegőföld rakétákkal támadást hajtott végre egy amerikai és európai fegyvereket tároló hangár ellen. A légicsapás következtében a raktár felrobbant, és a robbanásban lángra kapott egy használaton kívül álló bevásárlóközpont, amely épp a hangár mellett található, mondta a tárca szóvivője. Az ukrajnai háború és a konfliktus miatt elmélyült gazdasági válság uralta a G7 csoport állam- és kormányfőinek bajorországi csúcs találkozóját. A világ legfejlettebb gazdaságú országai egyetértettek abban, hogy a háború árát Oroszországnak kell megfizetnie. Ezt a német kancellár szerint a szankciós politika folytatásával lehet elérni. Olaf Scholz kijelentette, a hetek a továbbiakban is támogatják Ukrajnát úgy fegyverekkel, mint a helyreállításhoz szükséges tőkével, hogy a jövőben képes legyen a saját biztonságát megteremteni. A francia államfő az elmúlt hetekben többször is hangoztatott véleményéhez hasonlóan kijelentette, tárgyalni kell az oroszokkal. Emmanuel Macron szerint a háborúnak csak 2 kimenetele lehetséges, az egyik fél totális győzelme, vagy a felek megegyezése. Világos, hogy az orosz agresszió célja térdre kényszeríteni Ukrajnát, így nem lehet tárgyalni, ezért folytatjuk Oroszország szankcionálását, és folytatjuk Ukrajna támogatását addig, amíg vagy győzelmet érnek el, vagy az ukrán emberek által választott körülmények között képesek a tárgyalóasztalhoz ülni, mondta a francia elnök. Justin Trudeau kanadai államfő kijelentette, kész megsokszorozni a Kelet-Európában állomásozó kanadai NATO katonák számát, hozzátette, augusztusban vendégül látja Olaf Scholz német kancellárt, hogy a csepp folyós gázszállítmányok növeléséről folytassanak tárgyalásokat. A csúcs találkozó zárónyilatkozatában a politikusok felszólították Kínát, gyakoroljon nyomást Oroszországra a háború lezárása érdekében.